Gyertek, bátyák, csináljunk az AMT-sre valamit. Készülnek a serlegek is. Itt megmutatjuk, hogy hogy kell a porlasztó csúcsot fixingelni CO-val. Hogy fixingeljük le? Jó, van, ez majd elfújja a többi. Ah, jó az, stábor tűz a gázba rajt. Így készülnek itt a csodás. Oda néz, oda néz, a nyomás van még benne! Na, itt van a cuccos, le van fújva a talpa edzett bázissal mindegyiknek. Ez holnapra megszárad, és akkor szépen a lábon le tudom fújni nedvesen, nem nedvesbe őket. És utána mehet a matricáshoz. Szépen le vannak szilikonmentesítőzve, le vannak fújva. Meg van kapva a tenyeres 400-assal azért, hogy rátapadjon a cucc. Az 5-1-es filler be van keverve akrilfesték állagúra. És ez kap egy vékony sort belőle. Ilyen állagúra kell gyorsan, hogy lemattuljon, és mehet is rá a bázis. Látjátok? Egy réteg van rajta, szépen ki van fújva, és mehet is rá a bázis. Most fújtam le bázissal, és várom, hogy száradjon le, mattuljon le. Látjátok, még fényes, ilyenkor nem lehet még ráfújni a lakkot, majd megmutatom, mi az a állapot, amikor már el lehet kezdeni lakkozni a serlegeket. Látjátok, ez még ilyen helyek közel fényes. Az a jó, mikor így megmattul, és ez már hozzá is fogsz tudni érni, és akkor ez már lakkozható felületté vált. Keverem a jó marót lakkot, és durrantom le vele. Mehet a lak.
Mert az edző. És 10%-hoz mehet a kéhégétó. Nagyon komoly kis serlegek lettek, le van lakkozva, még megy rájuk a dekor, majd megmutatom, ha kész lesz a dekor, de most ezt is föl fogom tölteni ezt a videót. Szerintem fain lett. Jó kis V6 dugók, hajtókarok. Jó kis porlasztó csúcs, illetve dugó nincs, hajtókar, meg vesztengely, meg féktárcsa. Itt meg visszafele van, mert a túloldalról kell fölvenni. Jó pofa lett, bátyák! Jó pofa. Azt mondom, hogy jó pofa. Ám tényleg valaki majd megnyeri feldekorozva. Most megy a matricakel.hu-hoz, és a matricakel.hu fogja szépen földekorálni, majd szerintem ő fog kitenni videót, utána majd én is, és akkor átadom a szervezőknek.